Gyönyörű szép jó reggelt mindenkinek! Ahogy a tegnapi webizódban ígértem, ma elárulom nektek, hogy mi az a tökéletes válasz, ami tényleg szinte minden váratlan szóbeli vizsgahelyzetben, sőt akár állásinterjún is tök jól megállja a helyét, ráadásul annak idején megváltoztatta az életemet. Vagy legalábbis a hozzáállásomat ezekhez a helyzetekhez. Aki most azt hiszi, hogy valami frappáns QEU idézet fog következni, attól elnézést kérek, csalódni fog. Egy olyan válaszról lesz szó, amire még 2005-2006 környékén hívta fel a figyelmemet egy tanárom az egyetemen, aki valószínűleg nem volt tisztában azzal, hogy ekkora hatással lesz rám. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen Pénzes Béla tanár úrnak, hogy rendszeresen ránk szólt a gyakorlatokon, hogyha nem ezzel kezdtük a válaszokat. Komolyan. És azóta elvégeztem még egy egyetemet, ahol azért a 10 fél év alatt bőven voltak olyan vizsgahelyzetek, ahol ez a válasz igazán kapóra jött. Jellemzően azokon a vizsgákon, ahol a tanár tényleg arra kíváncsi, hogy mit értesz az anyagból, és hogy tudsz az adott keretek között gondolkodni. Nem pedig ott, ahol a tanár azt várja el tőled, hogy mondd vissza az egyébként benyalt telefonkönyvet. Ezekről a vizsgákról is van véleményem, azt inkább egy másik videóban. Ez a bizonyos válasz tökéletesen működik, de vigyázat, csak akkor, ha megfelelően használjátok. Oké, hogy lehet nem megfelelően használni egy választ? Hát úgy, hogyha csak flagmán benyögöd a kérdésre, mert akkor tényleg nagyon rosszul sülhet el. De ha megtanulod komolyan is gondolni ezt a választ, akkor az kifoghatni ezekre a vizsgahelyzetekre, te pedig egy határozottan felkészült vizsgázónak fogsz tűnni. És nem úgy felkészültnek, hogy igen, egész éjszaka alatt be tudtad magolni azt az adott anyagot, hanem úgy, hogy akár érted is, hogy miről van szó. Vigyázat, a tökéletes válasz ismerete nem mentesít a felkészülés alól. Szóval nézzük, mi a válasz. Készen álltok? Hé, hey, a suspense megteremtése, vagyis az izgalomban tartás egy kifejezetten fontos dramaturgiai elem. Tehát a válasz... És igen, a humor is az. Haha. De a lényeg, hogy a válasz két szó. Attól függ. Ennyi. Ugyanis egy normális vizsgán vagy állásinterjún a hirtelen felmerülő kérdések általában nem egy egyszavas válaszra kérdeznek rá, hanem nagyon komplex, bonyolult témaköröket ölelnek fel. Tételezzük fel, hogy te az életiskolájában tanulsz és vizsgán vagy. Ha a vizsgáztatóban felmerül hirtelen az a kérdés, hogy mégis mondja már meg nekem, hogy mi az élet értelme, akkor ha erre benyögöd azt, hogy hát a... Az még nem biztos, hogy elégséges, de ha benyomod a tanárnak, hogy attól függ, akkor azzal egy teljesen más utat nyitsz meg. Egyrészt, mert ez nem egy túl gyakori válasz egy vizsgaszituációban, és ezzel rögtön fel is kelted a tanár érdeklődését, hogy na akkor lássuk, kedves vizsgázó, mit tud erről a témáról. Úgy látom, elég felkészült. Másrészt neked is lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit több irányból is meg tud közelíteni az egyébként valószínűleg tényleg nagyon összetett problémát. Tehát vegyük elő az előző példát, hirtelen megkapod a kérdést, hogy mi az élet célja? Hát, az attól függ. Ha a filozófiai oldalról közelítem meg, ha a genetikai oldalról közelítem meg ezt a kérdést, akkor nem szabad persze azt sem elfelejteni, hogy az ember egy társas lény, tehát az életért. Nézhetünk egy olyan értelmezést is, ahol az élet értelmét az egyén önkifejezése. Egyébként meg az is lehet, hogy az élet értelme tényleg semmi. Lehet, hogy most nagyon sokan azt mondjátok, hogy amiket ebben a webizódban elmondtam, az totál bullshit volt, és részben igazatok is van. De az, hogy hogy közelítjük meg ezt a kérdést, az attól függ, hogy hogyan állunk hozzá azokhoz. A véleményeiteket a videó alatt várom, valahol itt tudtok feliratkozni a csatornára, egyébként pedig holnap reggel 7-kor egy új videóval várlak titeket. Sziasztok!